Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi Zsuzs, szeptember 27-én. A mai napon a hold a Sravana holdházban található. Ez lefordítva sas madarat jelent. Kell, hogy legyen egy nézet a távolba, mit szeretnénk elérni, mit tervezünk a jövőben. E felett a holdház felett Vishnu uralkodik. Vishnu az indiai mitológiában az hasonló, mint a klasszikus görög mitológiában Zeus, egy ilyen fő isten, és nem egyedül uralkodik, hanem van egy ilyen hármas kapcsolat. Brahma az valaminek a teremtését jelenti. Aztán jön Vishnu. Vishnu az összefogja ezt. Ami fontos, amit meg kell tartani. Tehát Vishnu segít abban, hogy az, ami számunkra fontos, azt meg tudjuk tartani. Adja a biztonság érzetét, a bizalmat is. Aztán következik Shiva, és Shiva elbúcsúzik mindattól, amire nincs szükségünk. Amikor ez megtörtént, akkor kezdődik minden újra. Brahma, a teremtés, Vishnu, ami megtartja azt, amire szükségünk van. Aztán következik Shiva, a pusztító, de ezt nem negatív értelemben kell, hogy felfogjuk, hanem elbúcsúzik attól, amire nincs szükségünk, hogy legyen egy új kezdet. Ezek a megújulások, és így írja le ez az indiai mitológiai történet. Vishnu uralkodik a mai holdház fölött, tehát a téma azt megtartani, amire szükségünk van. Azon kívül kell a biztonság érzete. A mai napon még mindig van egy kapcsolat, egy visszatekintő Mars bolygó és egy visszatekintő Szaturnusz bolygó között. Ez egy kvadrát aspektus, és az mutatja a kihívásokat, mutatja a nehézségeket, a küzdelmet, a harcokat. Nem csak a privát életünk területén, hanem gazdaságilag és politikailag is. Vénusz bolygó a határon van, elbúcsúzik Aslésa holdháztól, ami a megújulásokat jelentette számunkra hölgyekre, és át kell a Magha holdházba. A Magha holdház fölött Regulus uralkodik, és ez az uralkodóknak és királyoknak volt a csillaga. A Vénusz bolygó hatása alatt bennünket, hölgyeket érint, és kell, hogy uralkodjunk a gondolataink felett, kell, hogy uralkodjunk az érzelmeink felett, kell, hogy uralkodjunk az életünk felett, azon kívül, mert itt egy királyi csillag hat, legyünk olyanok, mint egy büszke királynő. Ez legyen a fellépésünk. És ez volt a mai felvételem, mint szó is, szeptember 27-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!